Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Huno Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és ember ismeretfejlesztő képzésén. Én Mátyás Margit vagyok, a PPH egyik 8-as szintű vezetője. Hajdúböszörményben élek, családi helyzetem, egyedülálló vagyok, két felnőtt gyerekem és 4 unokám van. PPH előtti foglalkozásom, 40 évig egy gyárban dolgoztam, spirálgyártó voltam. Mára viszont a PPH csapatszervezés a fő tevékenységem. Először is megkérném Önöket, hogy a mobiltelefonjukat kapcsolják ki, vagy némítsák el. Ez érdemes otthon is megtenni, kivétel, ha azon nézik az előadást. Köszönöm szépen! Itt a PPH-nál mind tegeződve szoktuk tartani a képzéseinket. Remélem, ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól és nemtől függetlenül. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkulcs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel. 33 éve van saját szervezésű csapata. 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Ezt tapasztalatból tudom. Az előadónk egy olyan mester, akinek tudása, képességei páratlan kombinációval léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki élet és ember ismeret, továbbá minden napokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja, bolygó szinten legkésőbb 2035-re létjövő elnyomásmentes szeretett korról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetbe, békességbe és boldogságba élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket, mesterünk, szervezetünk alapítója és vezetője, Szedlacsik Miklós, mesterkulcs! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Itt jó? Igen, itt jó. Bárcsak ilyen lenne a világ, mint amilyen mondjuk a szeminárium, a heti találkozó, a vezetőképző, csúcsvezetőképző. Jó lenne. Jó lenne, ha olyan lenne a világ, mint amilyen a rendezvényeinket. No, hát de sajnos nem olyan. Mi baj van a világunkkal? Mi baj van a világunkkal? Hát az a baj a világunkkal, hogy mintha úgy tűnne, nem tudom, csak nekem tűnik úgy, mintha nem lennének elég eszesek az emberek, nem? Mintha egyre kevésbé lennének eszesek.
mintha a butaság az eluralkodna a Földön, nem? Nem tudatlanság, butaság. Tehát ami azt jelenti, hogy hát szó szerint butaságokat csinálnak emberek. És az a baj, hogy a, hát nem csak az emberek csinálnak butaságokat, hanem a vezetők is butaságokat csinálnak. Szóval elég érdekes világunk van, de hát ebben a világban kell boldogulni. És hát nézzük meg, hogy akkor hogyan is lehetne boldogulni ebben a világban. Tehát először is nézzük meg azt, hogy mi mivel foglalkozunk, jó? Tehát egy kicsit magamról, bár a házigazda beszélt rólam, de talán annyit magamról szeretnék elmondani, hogy én azért vagyok itt ezen a bolygón, hogy minél több embernek segítsek abban, hogy sokkal, de sokkal könnyebben boldoguljon az életében, és elinduljon a lelki fejlődés útján. A lelki fejlődésnek vannak feltételei, amit egy embernek teljesíteni kell. De miért kellene lelki fejlődés útján haladnia egy embernek? Hát mert azért vagyunk itt ezen a bolygón. Tehát, hogyha nincs ebben kapcsolatban még semmilyen ismereted, akkor szeretném elmondani, hogy nem azért vagyunk a bolygónkon, hogy együnk, igyunk, szeretkezzünk, legyünk. Nyilván a túléléshez ez is kell, de ha megnézed, az állat is eszik, iszik, szeretkezik, el van, nem? Tehát ha az embernek ennyi lenne a dolga, mint az állatnak, hogy a túléléséről gondoskodjon, akkor éppen születettünk volna állatnak is, nem? De valamilyen érdekes módon mégse állatnak születtünk, hanem embernek, nem? Tehát ha az ember embernek születik, akkor nem gondolod azt, hogy több lenne a dolga, mint egy állatnak? Tehát ha megnézed, hát lehet, hogy azt tudnám mondani, hogy a legtöbb ember nem, ez valami más. Rosszabb helyzetben van, mint egy állat. Mert gondold végig, a vadon élő állatok, azok tudnak gondoskodni teljes egészében magukról. Nem kell őket eltartani. Tehát gondoskodnak magukról, nem? A házi állatokról gondoskodik az ember. Most gondold végig, hogy a házi állatokról az ember gondoskodik, a vadon élők azok meg eltartják magukat. Na most, akkor nézzünk már erre egy kis összehasonlítást az emberekkel. Tehát vannak a házi állatok, amelyeket eltartanak. Akkor vannak az emberek, akiket eltartanak. Kik? Hát a munkáltatók. Hát basszus kulcs. Ha te alkalmazott vagy, akkor a munkáltatót tart el. Azért cserébe, mert neki ezt, azt, amit csinálsz. Ugyanez a házi állat. Azért tartasz házi állatot, mert a házi állat ezt, azt csinál neked. Érted? Tehát mit tudom én, valakinek van ilyen macskám megeszi kutyája, azért tartja, mert jó érzést okoz neki az a kutya. Érted? Tehát valami okból, tehát azért tartja el az állatot, a házi állatot az ember,
Mert valami viszonoz cserét ad az állat érte, érted? Tehát valami cserét, amit ő tud adni. Na most. Hát de ez mennyiben különbözik a házi állatnak a működése és az alkalmazotti lét? Miben különbözik egymástól? Hát ha jobban végig gondolod, semmibe. Semmibe. Tehát gyakorlatilag te egy házi asított ember vagy. Ha alkalmazott vagy. Hát még jó, hogy nem azt mondtam, hogy... Tehát tényleg, nem? Háziasított ember. És vannak azok, akik önfenntartók, mint a vadállatok. Az önfenntartók, azok, akik vállalkozók, cégtulajdonosok, de nem kényszervállalkozók. Hát gondolkozz el ezen. Tehát a vadállat az magától csinál mindent. Neki nem csinál senki házat, nem eteti senki, érted? Hanem ezt maga oldja meg. Mint a vállalkozók, nem a kényszervállalkozók, mint a cégtulajdonosok. Érted? Tehát gondold végig, a háború előtt az emberek 80%-a itt Magyarországon, a második világháború előtt, tehát nem a ukrajnai háború előtt, jó? A második világháború előtt. Az emberek 80%-a itt Magyarországon a mai értelemben vett vállalkozó volt. És ha te jobban megnézed, a te dédszüleid vagy nagyszüleid, ha az én korosztályom vagy nagyszülők, ha fiatalabb vagy, akkor a dédszüleid, valószínűleg vállalkozók voltak. Például az én nagyszülőm, a két nagyapám, az egyik ilyen kisbirtokos volt, 20-valány holdja volt, 8 gyereke, a másik cipész volt, és volt egy gyereke. Az egyik lenn Szatmár megyében, a másik pedig Budapesten, ugye az egy gyerekes Budapesten. Szóval, vállalkozók voltak. Mariannak megnézem a nagyszüleit, szintén vállalkozók voltak, érted? Szintén. A háború előtt. Tehát nálunk az őseink 100%-ban a háború előtt vállalkozók voltak. Az én szüleim sokáig dolgoztak, és amikor én 12 éves lettem, 11, valahogy így, akkor kezdtek el vállalkozni. Szóval, már lehetőségük volt a vállalkozásra. Na most, gondold végig, akkor most mondhatnád azt, hogy hát egy szocializmus volt a múltban, és nem lehetett vállalkozni. És lehet, hogy ezért Magyarországon ugye kevesebb a vállalkozó, és több az alkalmazott, mert hogy a szocializmusban szinte mindenki alkalmazottnak kellett lennie. Na most, de ha megnézzük a mai világunkat, nyugaton se jobb a vállalkozói arány, mint nálunk. Nyugaton se rosszabb az alkalmazotti arány, mint nálunk. Tehát nem csak Magyarországon, nem csak a szocialista országokban a múlt miatt sok az alkalmazott, hanem háziasították az embereket. Tehát háziasították az alkalmazottakat. Illetve a vállalkozókat, bocsánat. Háziasították a vállalkozókat.
szerették náluk, hogy alkalmazottak legyenek. Na most, gondold végig, egy vadállat nem kiszolgáltatott. Ő megtalálja a túléléséhez szükséges eszközöket. Egy házi állat, az kiszolgáltatott. Ha kiengednéd a vadonba, elpusztulna. Az alkalmazott, az egy kiszolgáltatott. Ki van szolgáltatva? A munkáltatója, a kenyéradója, kénye kedvének. Most akkor vajon a házi állatok a szabadabbak, vagy a vadállatok? Vajon a vállalkozók a szabadabbak, vagy az alkalmazottak? A vállalkozók. Vajon kik keresnek többet? Átlagosan. A vállalkozók, vagy az alkalmazottak? A vállalkozók. A basszus kulcs, akkor miért vagy alkalmazott? Tehát a vállalkozók szabadabbak, a vállalkozók többet keresnek. Akkor miért vagy alkalmazott? Én is alkalmazottként kezdtem az életemet, bár nekem az volt a célom, hogy nem az leszek. Mert a szüleimmel láttam, hogy amikor vállalkoztak, onnantól jobb anyagi körülmények közé kerültek, sokkal, mint előtte alkalmazottként. És nekem az volt a minta, hogy én majd vállalkozó leszek, ha nagy leszek. Ez nem jött össze kezdetbe, erre várnom kellett 7 évet. De elértem anno annak idején. És én 87 óta vállalkozó vagyok, és 93 óta van cégem, és azóta cégtulajdonos vagyok. Na most, de te miért elégszel meg az alkalmazotti léttel? Miért nem akarsz többet? Tehát azt lásd át, hogy alkalmazottként soha nem leszel jó módú. Esélyed sincs. Ó, de hát azt mondod, hogy vannak jó kereső alkalmazottak. És azok is lehetnek jó módúak. Na, akkor mondok neked ezzel kapcsolatban egy statisztikát, jó? Ez egy amerikai statisztika, ahol az emberek átlagosan még most is, vagy 3-4-szer annyit keresnek, mint mi magyarok. Még mindig. Régebben meg ilyen 6-7-szer többet kerestek. Na most, Amerikában az alkalmazottak, amikor elmennek nyugdíjba, akkor 5 éven belül visszasüllyednek az átlag életszínvonal alá. Méghozzá a 90-valahány százaléka. Tehát az alkalmazottak, amikor nyugdíjba vonulnak, akkor egy lényegesen alacsonyabb életszínvonalat élnek meg. Nem rögtön, hanem egy 5 éven belül. Jó? Azért nem rögtön, mert körülbelül 5 éven belül fölélik a tartalékaikat, amit egy élet során halmoztak föl. Tehát ez úgy működik Amerikában, hogy felhalmoztak mondjuk 40 éven keresztül, tartalékoltak, majd ha nyugdíjba mennek, bevonultak nyugdíjba, tartották azt az életminőséget, mint amit alkalmazottként éltek, és az az életminőség által 5 éven belül visszasüllyedt az életszínvonaluk.
Amikor tehát felélték a tartalékot, onnantól visszasüllyedt az életszínvonal. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy 40 évi felhalmozás, az körülbelül 5 évig elég a nyugdíjas korban. Amerikában. Pedig ott jóval többet kerestek. És ezáltal Amerikában a nyugdíjasok, azok lényegesen alacsonyabb életszínvonalat élnek, átlagosan, mint akik aktívak. Na most, ha mondjuk Amerikában így van, mivel mi mindent követünk, amit az amerikaiak csinálnak, ezért szerinted ez nem így lesz? Itthon. Vagy nem így van? Itthon. Így van? Így lesz. Na most, miért mondom ezt? Mert mondhatod azt, hogy ó, hát mikor van nekem, még hol van még a nyugdíj? De én még nem láttam olyat. Mondom neked, aki azt mondott, hogy hol van a nyugdíj, nem láttam olyat, hogy egy alkalmazott az szabad. Meg olyat nem láttam. Tehát a szabad ember oda megy, ahol akar, akkor, amikor akar, azzal, akivel akar, és addig marad, ameddig akar. Ezt én nem láttam semmilyen alkalmazottnál. De szó szerint értsétek. Semmilyen. Na most, szabad életet mivel lehet elérni? Szabad életet el lehet érni, ha van sok pénzed, nagyon sok, mit tudom én, mondjuk 100 millió, befekteted és a hozadékából élsz. Bár, hogyha bankba fekteted be, akkor a hozadékából nem biztos, hogy megélsz. Mert 100 milliónak a 3% kamat az 3 millió forint, abból nem érsz meg. Ezt elosztod 12-vel, nincs 300, 250 ezer forint havonta, abból nem érsz meg. Tehát 100 millió kevés. Oké? Még 200 millió is 3%-kal kevés. Mert az is még csak 500 ezer forint. Érted? De ez mi havonta? Abból egy család nem él meg. Szóval mai világban nem él meg. Gondold végig, hogy a legtöbb embernek nincs 200 millió befektetés, ami pénzt hoz. Tehát nincs. Lehet, hogy te zseni vagy, és valami olyan találmányod van, vagy mit tudom én mondjuk, könyvet írsz, amit jó, rengetegen fognak megvenni. Na, de nem biztos, hogy az vagy. Mert azok meg tudják azt csinálni, hogy így működjenek. De gondold végig, volt egy zseni, úgy hívták, hogy Tesla. Rengeteg az találmánya volt, ami jó volt, vagy jó lett volna az emberiségnek. Azt mégis csorról halt meg. Szegény emberként halt meg. Hát lehet, hogy ez a dolog sem működik. Ja, lehet, hogy tudsz örökölni, nem? Esetleg. Keresel valami igen gazdag embert, akit örökölni tudsz. Vagy esetleg a családodból. De a legtöbb ember ezt se tudja megcsinálni. Gondold végig, hogy ma mennyien játszanak olyan szerencsejátékot, mondjuk, mint a lottó, ahhoz hasonlót, mint a lottó. Van rengeteg már régen, könnyű volt mondani, mert volt csak a lottó, meg a totó, azt más nem volt. Most már mindenféle van, de mondom, ahhoz hasonló. Le
Nem tudom, hányszor húztad ki már a főnyereményt, vagy húzták ki neked, akarom mondani. Hát valószínűleg erre se sok esélyed van, hogy ez működik majd neked. Tehát akkor mi lehet az, ahol az ember elég anyagi javat tud teremteni, és szabad is lehet. Mert mondom, vannak olyan állások, amik jól fizetettek. De én tudod, mit láttam a jól fizetett állásoknál? Hogy megveszik a dolgozók lelkét. És a jól fizetett állásokban sokkal többet dolgoznak az emberek, mint a kevésbé jól fizetett állásokban. Sőt, szó szerint kizsigerelik őket, végletegig kihasználják őket. Na most az viszont nem szabadság, bocs. Lehet, hogy azt mondtad, mint tudom, elmegy az ember üzletkötőnek. Tudod, hány üzletkötőtől hallottam azt, hogy mikor jó nagy portfóliót hozott létre, tehát ami azt jelenti, hogy rengeteg üzletet kötött, akkor fogták és elküldték. Mert valakinek megtetszett az a hatalmas portfólió, amit létrehozott, és ha elbocsájtották, akkor az bizony már nem az ő jutalékát bővíti az a portfólió. Hát nem vetted észre, hogy egy alkalmazottat akkor küldenek el, amikor akarnak? Vagy esetleg azt mondod, ó, te szerencsés helyzetben vagy, mert üzletkötő vagy, és vállalkozó vagy, nem tudnak elbocsájtani. Jaj, de nem szüntethetik meg veled a megbízásos szerződést? Bármikor. Gondold végig, ma a cégeket adják, veszik. Ami azt jelenti, hogyha eladják, általában más neve lesz. Ha más neve lesz, akkor új szerződéseket kell kötni. És azt mondják, hogy ne haragudjon, önnel nem szeretnénk. Hát de miért? Hát azt nem mondják, mert hatalmas portfóliót hozott létre, és nem akarunk önnek fizetni. Na most akkor kérdezném tőled, hogy hol tudsz anyagilag független lenni, milyen tevékenységgel és szabad lenni? Azt tudja mondani az ember, tehát az üzletkötés sem működik emiatt, hogy hálózatépítés. Van rengeteg hálózatépítő cég. Hányat hallottál már tönkre menni? Például. Vagy eltűnni. Nem ment tönkre, csak mondjuk kiszállt Magyarországból. Mint például a Nikken. Már nincs Magyarországon. Vagy hány olyan volt, amely kiderült, hogy büntető eljárás alá került, és megszűnt, megszüntették. Mert csalók voltak a tulajdonosok. Hány ilyenről hallottál már? Akkor ugye azt mondod, hogy ó, hát keresek akkor olyat, ami régi, öreg, és akkor az megbízható. Igaz. Akkor megint jön egy kis bökkenő, hogy vajon mit fogsz ott, milyen terméket vagy szolgáltatást árusítani a többieknek. De te azt mondod, hogy ó, hát én nem árusítok, én hálózatot építek, és én nem a termék miatt vagy a szolgáltatás miatt hívom az embereket, hanem az üzlet miatt. Mert a hálózatépítő üzletekben lévők, azok pont így működnek. A nagy része, nem mindenki, a nagy része. Hát de minden hálózat a termékre, vagy a termékekre, vagy a szolgáltatásra, vagy a szolgáltatásokra épül. Hát ha a vevőknek nem tetszik a termék, vagy a szolgáltatás, nem elégedettek a termékkel, vagy a szolgáltatással, akkor nem fognak terméket, vagy szolgáltatást venni. Mint mondok példát. Például az MV-ben
ameddig az alapítók voltak a tulajdonosok, addig ez két barát volt, két barát az alapító, akik nyilván családot alapítottak, amíg ők voltak a tulajdonosok, évente egyszer emeltek árat. Hát most már egy olyan 10 éve, hát nem az infláció, tehát most már 10 éve, a 4 évente emelnek árat. Érted? Szóval, de már nem az alapítók vannak, hanem az alapítók gyerekei, és gondold végig, az alapítók, amikor alapították az MV-t, már voltak feleségeik. Na most, a mostani gyerekek, ami azt jelenti, hogy már két család gyereke, ők már nem eredendően barát, már az MV az nem két család vállalkozása, az már egy üzleti vállalkozás, érted? Ahol már több család van benne, és semmi közük lényegében egymáshoz. Kivétel akkor ott van közük, ahol az örökösök, mit tudom én, itt testvérek, meg itt testvérek, de egymással szemben semmi. Tehát ami azt jelenti, hogy tisztán üzleti vállalkozás. Ráadásul ezekbe a családokba bekerültek feleségek, férjek, akik nyilvánvalóan a saját érdekeiket fogják nézni, és nem az MV vásárlók érdekeit, meg a MV hálózatépítők érdekeit. Tudod például, hogy az MV-be hány magas szintű embert rúgtak ki az elmúlt 20 évben? Az azt jelenti, hogy olyat, hogy több százezer ember volt. Tehát több százezer vevő volt abban a csoportban, és kirúgták a vezetőjét. Ahonnan indult a csoport. De nem egy ilyen volt, több. Addig, míg az alapítók voltak, nem voltak ilyenek. Tényleg nem voltak. Azóta, mióta nem az alapítók vannak. Hát most gondold végig, amikor az alapítók voltak, a haszon két felé ment. Most, mikor már nem az alapítók vannak, nem tudom, 4, 5, 6 felé megy a haszon. És gondold végig, ez úgy működik, hogy ha a hálózatban többet keres egy hálózatépítő, mint a tulajdonos, akkor tuti, hogy kitekeri a hálózatépítő nyakát a tulajdonos. Gondold végig. Hát ugyanúgy, mint a mondjuk a üzletkötés terén. Amikor képzeld el, egy üzletkötő elkezd többet keresni, mint a cégvezető. Mondjuk az ügyvezetőnél többet keres. Mit fog akkor csinálni az ügyvezető? Hát kitekeri az üzletkötő nyakát, mint a sic. Érted? Na most, tehát akkor mi a megoldás? Hogy akarsz szabad lenni is, meg anyagilag független is? Vagy ismerek olyan hálózatépítő szervezeteket, ahol bevették a hálózatépítőket tulajdonosnak. Majd szétdarabolódott 3-4 felé az egész cég. 3-4 cég lett belőle. Például ilyen volt a Brokernet, ha valaki emlékszik a névre. Jó? Na most. Tehát, ha megnézed, amiket én most felsoroltam, de lehetne sorolni tovább. Amiket én felsoroltam, annak az volt a lényege, hogy az üzletről szól mindenütt a hálózatépítés. Ezért az nem számít, hogyha a termék túl drága, az se számít, hogyha a szolgáltatás nem olyan jó. Nem az számít,
Az számít, hogy minél több pénz legyen a tulajdonosoknál, természetesen. És akkor azt mondtad, tehát, hogy de mi a különbség? Hát ugye mondjuk, ha hallgattál volna esetleg már engem többször, akkor tudnád azt, hogy engem a pénz sosem motivált. Tehát ha egy kicsit foglalkoznál azzal, hogy mi a számmisztikám, tehát mik a számaim, ha foglalkoztál volna avval, hogy számmisztika, és megnézted volna mondjuk az én számmisztikámat, amiből most az egyik elemző, számmisztikai elemző, amelyik nem a cégünk része, hanem nem is ismer engem, kielemezte az én energiáimat, és abból most ugye a házi asszonyunk már beszélt a mai nap folyamán, abból olvasott fel, nem most, hanem a mai nap folyamán olvasott fel, mert ami fönn van a weboldalunkon is, bárki megnézheti, és mondom, nem is ismer, és ha megnézed, abban benne van, hogy engem az emberek érdekelnek. Én azért hoztam létre a PPH-t, mint szervezetet, és mint céget 93-ban, illetve inkább azt mondanám, hogy 94-ben, hogy minél több embernek olyan szolgáltatást nyújtsak, amivel jobbá tudom tenni az életét. Így kezdtem. És azért hoztam létre, mert hasonló szolgáltatásban voltam benne hálózatépítőként, és nem volt etikus a cégvezetés. És azt mondtam, hogy akkor én csinálok egy olyat, ahol etikus lesz a cégvezetés. Tehát nyilván tőlem lesz etikus. Tehát ezért hoztam létre. Tehát én tudtam azt, hogyha én sok embernek teszek jót, akkor nekem se lesz rossz. Ennyi. Tehát én hiszek az emberekben, és hiszek az emberek jóságában, és hiszek abban, hogy lehet az embereknek jót adni, nem csak rosszat. Nem csak hülyeséget, baromságot lehet az embereknek adni, hanem jót is. Most gondold végig, hogyha egy kicsit tisztában lenne az ember azzal, hogy nem véletlenül van itt a Földön. És ez egy választása volt, hogy ő lejön a Földre. Jó, hát régen volt olyan, hogy valakit leküldtek, mert lázadozott, leküldtek, mert lustálkodott, vagy leküldtek, mert etikátlankodott. Volt ilyen. De te nem azért jöttél le. Tehát aki most nézi az én előadásomat, nem ez itt. Tehát mindenki választhatott, hogy lejön vagy nem. És te lejöttél. De nem mint ember jöttél le, mint lélek. Tehát mint lélek vagy itt. Csak bebújtattak egy emberi bőrbe, egy emberi testbe. Ezt bevállaltad, tudtad, hogy embernek fogsz leszületni. Én is tudtam. Mindenki tudta. Az, hogy elfelejtetted, hogy mi volt azelőtt, az egy dolog. Azért kellett elfelejtened, hogy kibírd azt a börtönt, amit úgy hívnak, hogy csecsemő. Érted? Tehát gondold végig, ha mostani fejjel, amit most tudsz, beraknának egy csecsemő testbe, az rosszabb lenne, mint bármilyen börtön. Hát gondold végig,
A börtönben legalább te fogod magad, az kimész vécére. Jó, ott van a börtönben, de akkor is ráülsz, pottyantasz egyet, stb. Stb. Vagy választhatsz ugye a csecsemőbe, ahol beszarik. Érted? És teljes kiszolgáltatottság. Gondold végig, nem bírnád ki, senki nem bírná ki ezzel a tudással. Most gondold végig, akkor hogy bírtad volna ki, mondjuk, amikor először lejöttél ide a földre, hogy bírtad volna ki, mondjuk 1 millió, nem, az kevés, 1,5 millió év tudással. Érted? Hogy bírtad volna ki? Vagy 1,5 milliárd év tudással. Hogy bírtad volna ki? Egy csecsemő testbe. Tehát ezért azt is bevállaltad, hogy kitörlik az összes tudásodat, beszületsz egy testbe, és elmentették az összes tudásodat, ami vár arra, hogy visszakapd. De lehet olyat csinálni, hogy, majd mindjárt mondom, hogy mit lehet csinálni, tehát vár arra, hogy visszakapd, és hozzáad még ezt az életednek a tudását. Meg ha reinkarnálódsz, mert azt választod, hogy reinkarnálódsz, akkor a következő életednek a tudását. Tehát most gondold végig, ezzel nincsenek tisztába azok a lelkek, amelyik eladják a lelküket. És a pénz gonosszá teszi őket. Tehát nem a pénz teszi az embert gonoszszá, hanem azt vállalják, hogy ők a pénzt gonosz célra használják. Világos? Tehát most gondold végig, aki eladja a lelkét, hogy a pénzért ő gonoszságokat fog cselekedni, az nem kapja vissza a évmilliárdos vagy több évmilliós tudását. Gondold végig. Ezért tudják a lentiek megszerezni őt. Mert az egyén nem tudja, hogy ő rendelkezik, el van mentve, sokmilliósak vagy sokmilliárdos tudása el van mentve, és ha innen a földi létből kikerülne, akkor visszakaphatná a tudását. Ezt ő mind nem tudja. Meg a földi létet, akár mondjuk a harmadik, negyedik vagy tizedik életét éli, annak is a tudását visszakaphatná. Nem tudja. És ezért eladja a lelkét, és tényleg eladja a lelkét, gonoszszá válik, utána pedig bekerül egy gonosz létformába. Nem egy isteni, tehát nem egy jó isteni létformába, hanem egy gonosz isteni létformába. Tehát a gonosz istenek úgy akarják megszerezni a lelkeket, hogy eladják maguk a személyek a gonosznak a lelküket. Csak hogy tiszta és világos legyen, nincs lélekteremtés 1,5 millió éve. 1,5 millió éve arról szól a történet, hogy hogyan szerezzenek lelket a jóktól a gonoszok. És ha te azt gondolod, hogy a világegyetemben csak jó istenek vannak, akkor te nagyon nagy tévedésben élsz. Tehát ezen a földön, a mitológiákban, a leírásokban, stb. Stb. Kismilliószor megjelentek a gonosz lények, a gonosz istenek, nem csak a jók. Tehát ebben a földben vannak gonosz istenek. Oké? A földünkben. Nem a földön, a földünkben. Gonosz istenek, jó? Akik csak akkor tudnak testet ölteni, tehát az ember is csak akkor tud testet ölteni, ha belekerül egy lélek. A gonosz istenek is csak akkor tudnak testet ölteni,
ha belekerül egy lélek, méghozzá egy gonosz lélek. Tehát itt gonoszszá teszik az embereket, utána megszerzik a lelküket, és utána gonosz testbe tudnak beköltözni. Oké? Okay? Ez van itt a földünkön. Tehát amikor azt mondják, hogy az ember egy olyan lény, amely önmagát elpusztítaná, már mint az emberiség elpusztítaná önmagát, ez nagy tévedés. Ez nagy tévedés. Semmilyen faj nem pusztítja ki önmagát. Még a legkezdetlegesebb sem, nemhogy egy fejlett. Azért az ember az állatokhoz képest egy igen fejlett lény. Szóval, gondold végig. És itt van az emberek nagy tudatlanságukban, azt gondolják, hogy csak úgy élünk. Az a dolgunk, hogy gyerekeket csináljuk meg, együnk, ígyunk. Nem. Nem ez a dolgunk. Az a dolgunk, hogy visszakerüljünk oda, honnan jöttél. Van, aki, mit tudom én, a Plejádokról, van, aki a Siriusról, van olyan is, aki Orionról, bár ott zömében, ugye az egy nagy csillagkép, azért ott vannak nem jók is, gonoszok is az Orion övön. Jó, de lényegtelen. Hogy oda visszakerüljük, ahonnan jöttünk. Jó? Na most. Tehát most gondold végig, hogy tud az ember visszakerülni? Ennek van egy módszere. Tehát régen úgy kerültek az emberek vissza, az egyes egyének, hogy elvonultak kolostorba, vagy remeteséget vállaltak, kizárták magukat a befolyástól, az emberi befolyástól, elkezdték magukat képezni, és szépen eljutottak a beteljesülés szintjére, és utána visszakerülhettek a felső létformába. Nem csak emberek egyének csinálták ezt meg, hanem népek is. Egy csomó olyan történetet hallhattál már itt az ezoterikus dokumentumfilmekben, mondjuk a YouTube-on, hogy eltűntek népek. Tudom én, eltűntek az inkák, vagy eltűntek azok, akik tudod, azokat a naszkák például, igen, azt akartam mondani, stb. Stb. Népek tűntek el a föld felszínéről. A népek az azt jelenti, hogy úgy tűntek el, hogy kiemelték őket a többiek közül. Tehát ugye akkor a népek viszonylag zárt közösségben éltek. Persze kereskedtek egymással, de nem volt ilyen vándorlás, mint most, tehát nem voltak repülők, stb. Stb. Jó? Tehát nem volt. És akkor viszonylag zárt. És volt olyan, hogy egy nép beteljesítette a küldetését, és kivették, vagy kimenekítették. Érted? Mint például mondjuk az inkákat. Kimenekítették. Szóval, ez azt jelenti, hogy így tudták ezt megcsinálni régen. Most lett egy különleges dolog, itt az emberiség történetében egyedülállóan, hogy micsoda a különleges dolog. Az, hogy az egyén meg tudja csinálni azt, amit megcsináltak a történelemben népek vagy esetleg egyének, hogy eljusson a beteljesülés szintjére. Na most, de megnézed, a beteljesülés szintjére azok tudtak eljutni, akik vagy remeték voltak, vagy tehát kolostorba vonultak, és kizárták magukat a többiektől. A népek, akik fölkerültek, azok pedig külön egységet képeztek többieken
kívül, külön vezetéssel, külön csináltak mindent. Tehát külön életet éltek. Hát ezért van bizonyos vallásoknál ez az elvonulás, mert azt gondolják, hogy avval az elvonulás révén be tudják teljesíteni azt, hogy utána felemelkedjenek. Tehát felkerüljenek vissza abba a létformába, ahonnan jöttek. Na most, de ez nem tömeges. A múltban sem tömeges volt, most sem tömeges. Tömeges akkor lehet, hogyha az emberek egy központi tudásból merítve elsajátítják az élet és ember ismereteket. Megtanulják a problémáikat megoldani, megelőzni, ami ugye fontosabb, mint a megoldás. Megtanulnak szeretetben, békében és boldogságban élni. De ezt akkor tudják megtanulni, ha mégiscsak teljesülnek azok a feltételek. Milyen feltételek? Hát, hogy valamilyen szinten kivonják magukat a külső befolyástól. Oké? Teljesen az ember nem tudja kivonni magát a külső befolyástól, de ugye más az, hogyha benn van az ember egy közösségben, és a közösségben, mikor az embert elkezdik befolyásolni a külső körülmények, akkor valaki azt észreveszi, rászól, hogy állj, az illető észbe kap, és nem hagyja magát a külső körülményeknek befolyásolni. Na most, ezt csak akkor tudja megcsinálni az ember, ha benne van egy olyan közösségben, ahol az a közösség erre alkalmas. Ráadásul még van egy gond ezzel, hogy egy olyan világban élünk, ahol már remeteként nem tudnám megélni. Éhen halnál. Oké? Éhen, szó szerint éhen halnál. Na most ezért ugye az embernek hát szüksége van jövedelemre. Na most ezért vannak olyan közösségek, hogy azt csinálják, hogy ilyen viszonylag minimum szinten élnek. Mintha mondjuk a 1800-as években élnének. És akkor ezen a minimum szinten élés, minimum igényekkel valamilyen szinten tud teljesülni az, hogy nem kell eljárni alkalmazottnak. Mert mindenki, aki eljár alkalmazottként, az külső igen-igen jelentős befolyás alá kerül. És ezáltal mindenki, aki külső befolyás hatása alatt tud állni, hát annak igen-igen nehéz lesz haladni a lelki fejlődés útján. Sőt, lehetetlen. Lehetetlen. Na most, ezért gondold végig, tehát kell egy közösség, és egy olyan közösség, ahol te a közösségen belül tudod biztosítani a megélhetésedet. Oké? És tehát ez úgy működik, hogyha az ember halad felfele a lelki szinteken, egyre több és több tudással kell rendelkezni. Tehát a egyes és kettes lelki szintnek a tudása nem elég a hármashoz. A hármasnak a tudása nem elég a négyeshez, a négyesnek a tudása nem elég az ötöshöz. Az ötösnek a tudása nem elég a hatoshoz, a hatosnak a tudása nem elég a heteshez. Tehát folyamatos lelki fejlődést kell az embernek átélni. Hogy jön létre a lelki fejlődés? Úgy, hogy megélsz dolgokat,
értékeled azokat a dolgokat, tapasztalsz, és tanulsz belőle. Minél több dolgot megélsz, annál több dolgot tudsz értékelni, annál több dolgot tudsz tapasztalni, és annál több dolgot tudsz hasznosítani. Tehát annál több tudást tudsz belőle meríteni. Na most, de hogy élhet meg az ember sok tapasztalatot? Tehát a jó dolgokból szeretném megkérdezni, mit tapasztaltál eddig? Tehát milyen tudást merítettél a jó dolgaidból? Én nem mondhatnád azt, hogy a rossz dolgaimból sem merítettem tudást. Ezt is mondhatnád. Hát az elég baj. Mert a jó dolog az olyan, ami történik veled, hogy annyi a tapasztalat belőle, hogy miért történt ez velem, ez velem. Na, akkor előtte, ezután is ezt kell csinálnom, hogy ugyanazt megéljem. Ennyi. A rossz dolgoknál nem ennyi. A rossz dolgoknál ott van, hogy mit kellett volna másként csinálnom. Hogy kellett volna csinálnom? Ha elakadtam volna, kitől kértem volna segítséget? Milyen eszközökre kellett volna szükségem? Milyen elveket kellett volna betartanom? Milyen módszerrel kellett volna csinálnom a dolgokat? Ez mind ott van, ha valamit elrontottál. Abból lehet tanulni. De mennyivel egyszerűbb lenne, mint amit a mondás mond? Hogy a buta a saját kárán tanul. Az okos más kárán. Nem van egy ilyen mondás? Tehát, ha egy ember meg akarja élni a saját bőrén, a mai világban, hogy a beteljesülés szintjére eljusson, felejtsd el. Erre ezt tudom mondani. Ezt felejtsd el. Lehetetlen. Tudod miért? Mert annyi problémát fog az egyén megélni, amiben belegebed, és nem jut oda föl sose. Most gondold végig, itt ki van találva egy olyan rendszer, ahol mások tapasztalatára rálátsz, élethelyzeteire rálátsz, és ugyanúgy elemezheted, ugyanúgy tapasztalatot meríthetsz belőle, ugyanúgy átválthatod a tapasztalatot tudásnak. Ezt meg tudod csinálni. És gyakorlatilag meg tudod azt csinálni, hogy tízek, százak, ezrek, tízezrek életére láss rá. Érted? Most gondold végig, mondjuk 100 ember mennyivel több tapasztalatot él meg, mint te. Nem mondhatjuk azt, hogy 10-szer annyit, mert ezt nem tudjuk. De hogy többet, az biztos. És hogy nem kicsit többet, az is biztos. Tehát az ember másoktól sokkal többet tud tanulni. Nem azt jelenti, hogy ők tanítanak téged, de mégis. Az ő élethelyzetük tanít minket. Nem tudom, világos-e. Mikor az ember mondjuk elégedetlenkedik, amit nagyon sok ember szokott csinálni, hogy elégedetlenkedik. És mondjuk rálát egy nálánál sokkal rosszabb helyzetben lévő egyénre. És akkor el tudja azt mondani, hogy ú, de jó életem van hozzá képest. És akkor már rögtön nem elégedetlenkedik.
Tehát gondold végig, itt van egy hely, ahol ki van alakítva minden ahhoz, hogy te visszakerülhess oda, honnan jöttél. Nem Piripócs falvának hívják, jó? Tehát nem abban a faluban, amiben születtél, hanem azelőtt, mielőtt ide földi lényként, lélekként lejöttél volna. Érted? Vagy földi lénynek lélekként lejöttél volna. Oda visszakerülhess. Azzal az igen sok tudással, amit itt megkaphatsz, megélhetsz, megtapasztalhatsz, nem csak magad által, hanem mások által is. Itt éppen volt egy magas szintű elismerésünk közvetlen a szünet előtt. Ez a karrierben a 8. szint, és ez egy vezetői szint, ezt mi úgy is hívjuk, hogy 8-as vezetői szint. Tanultatok belőle, amit az a személy mondott, aki elérte a 8-as vezetői szintet. Ugye ez a 5-től, illetve 6-ostól van az első kisebb vezetői szint, utána a 7-es az már rendes vezetői szint, a 8-as ez még magasabb vezetői szint. Jó? Tehát gondold végig, tanultál belőle? Én is tanultam belőle. Oké? Okay? Tehát ami azt jelenti, hogy nem csak tőlem lehet itt tanulni, hanem másoktól is. Tehát jó, bekerülsz a nagy közösségünkbe, amelynek én vagyok a vezetője. De biztos, hogy a legtöbb embernek van rajtam kívül más vezetője is. Tehát valószínűleg neked is lesz rajtam kívül más vezetőd, vagy akár több, mert olyan is van. És tanulhatsz emberektől, és ők is tanulhatnak a te élethelyzeteidből. És ez teljesen jó. És gondold végig, tehát ki lett találva az, hogy itt lehetőséged van arra, hogy jövedelmet teremts. Egy növekvő jövedelmet. Kezded be ez a főtevékenységed mellett, majd akár főtevékenységként, viszonylag nem is hosszú idő után. De gondold azt is végig, hogy a jövedelemnek nincs felső határa. Miért nem szeretné olyan jövedelmet, ami mondjuk hónapról hónapra tud növekedni? Akár nem is egy számjegyű százalékkal. Miért? Miért vagy elégedett azzal, ahogy élsz az életedben, és amennyi pénzt keresel? Miért? Az elégedettség a legnagyobb akadálya a jó életnek, a jobb életnek, inkább úgy mondom. A jobb életnek. Ha egy ember megelégedett azzal az életminőséggel, amilyen van, akkor nem törekszik arra, hogy jobb legyen. Nem kellene egy jobb életre törekedni? Egy olyan életre, ahol ott van a szeretet, ott van az elismerés, ott van az egészség, ott van szabadság, igen, szabadság, és ott van a pénz. Az elég pénz. Miért akarsz olyan életet élni, ahol nem igazán szeretnek, ahol nem tudsz úgy élni, hogy egészséges legyél mindig, nem kapsz elismerést, nem vagy szabad, nincs elég pénzed. Miért nem tudod azt elképzelni, hogy mondjuk 10-szer annyi legyen a jövedelmed, mint most? Nem 2-szer annyi, 10-szer annyi.
Mi nem tudod elképzelni? Szerinted az etikátlan lenne, hogyha neked 10-szer annyi lenne a jövedelme? Ha mit szólnának a környezetedbe, hogy a Júlcsinak vagy a Petinek 10-szeres a jövedelme? És ez téged izgatna, hogy mit szólnának? Mit szólnának? Hát ha nem tetszene a szomszédoknak, elkötöznél onnan. Ennyi, nem? Nem? 10-szeres jövedelem már lehet, hogy meg tudnád tenni, nem? Tehát gondold végig, csak mondtam egy számot. Miért nem tudod elképzelni a 10-szeres jövedelmet? És ott van az a 10-szeres jövedelem, amit mondjuk most elképzeltél, vagy majd el fogsz képzelni, PPA-val meg tudod valósítani. Tehát a Földön semmilyen tevékenységre nincs nagyobb szükség, mint hogy az embereknek a mindennapokban használható tudást adjuk. Ugye mit jelent a mindennapokban használható tudást? Mindjárt előveszem. Itt van. Hogy ezen a 10 életterületen boldogulj. A boldogulás azt jelenti, hogy ne legyenek ezeken a területeken problémáid. Ne legyenek problémáid. Tehát képes legyél megelőzni a problémáid. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk a pénzzel ne legyen problémád, teremtesz elég pénzt, nem? És akkor nincs gond a pénzzel. Bár lehet, hogy vannak olyan emberek, hogy az Isten pénze nem lenne neki elég. Nem? Akik bármennyit el tudnak költeni havonta. Tehát gondold végig, nem kellene az embereknek ezen a területeken boldogulni? Szerinted ennél nagyobb szükség van a bolygón, mint hogy ezen a 10 területen boldoguljanak? Szerintem nincs. Nincs nagyobb szükség. No, akkor gyere, várunk szeretettel, itt a helyed. Ha meg úgy látod, hogy nem, az a te személyes szociális problémád. Jó? De örülök, hogy meghallgattál, és legalább idáig eljutottál, hogy végignézted az előadásomat. Köszönöm szépen a figyelmedet, visszahívom a színpadra a házi asszonyunkat, szeretlek benneteket, sziasztok! Na, ezek után megszólalni egy házigazda asszonynak, ez igen, mesterünk, nagyon sok információ, tudás, ilyen átfogó tudás, információkat kaptunk. Szeretném megköszönni vezetőnknek, Szedlacsik Miklós mesterkósnak ezt a rendkívüli képzést, és a mai napot is. Életem legjobb döntése volt, hogy 2018 nyarán csatlakoztam a PPH-hoz. Spirituális ember nem voltam, csak egy hétvégi téta tanfolyamon vettem részt. Itt a PPH-nál nagyon sok mindent kaptam. Betegségemből gyógyulást, folyamatos személyiség fejlődést, pozitív jövőképet, célt, küldetést. Azóta az életem nagyon megváltozott, pozitív irányban. Negatív gondolkodásomat a mester tanításainak, módszereinek köszönhetem, pozitív gondolkodású, jó hangulatú emberré váltam. Tudás, módszerek által ki tudtam javítani helytelen döntéseimet, cselekedetémet. Nagyon sok mindent másképp látok, folyamatos felismeréseim vannak, és ezáltal megoldások az életem minden területére. Most már értem, az emberek miért működnek úgy, ahogy működnek. Tanulás által olyan módszereket kapsz, amit be tudsz építeni az életedbe. Tovább tudsz adni egy jobb élet reményében.
tanítások által felismerések, megértéseim lettek, és ezáltal pozitív változáson mentem keresztül. Akadályokat felismertem az életemben, tudás által le tudtam bontani. Nekem nagyon hiteles, hogy etikus mester követhetek, ami tanít, úgy él. Példát mutat nekünk. Miért kezdtem a szervezést? Elkezdtem tanulni, nagyon hamar felismertem a PPH-ban rejlő lehetőségeket. Fejlődés, szabadságot, problémák megoldása, illetve megelőzése, valamint anyagi függetlenséget. Ezért nagyon hamar a tanulással együtt elkezdtem a tanulói csapat szervezést, ami által nagyon sok jó embert megismertem. Nagyon szeretem az értékes információkat, amit át tudunk adni egymásnak. Fontosnak tartom az ember és az élet jobbító lehetőségeket, minél több embernek át tudjuk adni. Szeretetkor létrehozására felhívjuk az emberek figyelmét, jobb, élhetőbb és egy boldogabb világ eléréséért. Szeretetkor ne csak álom legyen, hanem valóság, amit mesterünk vezetésével együtt, összefogással meg tudjuk teremteni. Higgyél és bízzál benne, és meg fogod tapasztalni. Nagyon fontos, lépj ki a komfortzónádból, változtass, hogy változás történjen az életedben. Ha te saját magadért nem teszel semmit, senki nem fog érted tenni. Sokkal jobb életed legyen, sokkal jobb emberé tudj válni. Te döntésed minden a fejben dől el. Kötelességemnek érzem, tovább kell adni az emberiség számára ezt a lehetőséget. Azt üzenem azoknak, akik most, vagy már régen nézik, hallgatják mesterünk díjmentes előadásait. Azért került eléd, neked itt kell tanulni, fejlődni, és nem véletlen, mert ezen a bolygón semmi nem véletlen. Nagyon is jól meg vannak szervezve az angyalok által. Ne halogass, nincs értelme, az idő telik. Az elveszegetett időt senki nem adja neked vissza. Fejlődésed elől veszed el az idődet. Ezt az elrontott világot semmi más nem tudja helyrehozni. Mi emberek összefogunk, együtt, egy célért, összefogással mindent el tudunk érni. A mai nap is arra szolgált, hogy megerősítsen bennünket, létre tudjuk hozni a szeretetkort, az aranykort. Akik tartósan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá válik az élete. Azt javaslom neked is, hogy ne halogass. Kezd el a Nyílt Akadémiánál tanulást, most és biztos, hogy te sem fogod megbánni. Minden szerdán és vasárnap este havonta átlagosan 30 óra képzésünk van. Havi 200 000 forint értékben kapsz mindennapokban használható ember és életjobbító képzés. De most akciósan mindössze 19 700 forintot. Sőt, a második hónaptól csak 12 500 forintért. Ráadásul most ingyen kapsz egy szabad életet eredményező, jövedelemszerző lehetőséget is. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra tudást, 3 hónap mindössze 44 700 forint. Ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és várunk szeretettel. Ha nem, akkor ezt köszönünk tőled, köszönöm szépen. Még egyszer megköszönöm vezetőmnek, Szedlacsik Miklós mesterkusnak, hogy a mai nap házi asszonya lehettem. Hálásan köszönöm ezt a megtiszteltetést. Megköszönöm nektek az együttműködéseket és a rengeteg szeretetet, amit árasztottatok felé. Jó utat kívánok hazafelé, mindent jót kívánok mindenkinek. Szeretlek benneteket, sziasztok!